13. denti szimpózium. Alapvetően a hazai, illetve a romániai fogorvosokat látjuk ezen vendégül. Workshopokat tartunk, illetve másfél napig előadásokat, magyar és angol nyelvű előadások hangzanak el. Az idei téma alapvetően az esztétika volt, erre épült rá az összes előadás, erre épültek rá a workshopok is, és hát az is egy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az ICI nemzetközi implantológiai oktató szervezet avval tisztelt bennünket, hogy a Denti Szimpóziumot választotta arra, hogy a nyitó rendezvényét itt tartotta. Az a megtiszteltetésért, hogy itt ennek a szervezetnek, ennek a nagy nemzetközi szervezetnek most a nagykövete lehettem, és ennek a diplomáját kaptam meg. Azt gondolom, hogy nyitnunk kell a világ felé nemzetközileg, és nemzetközi kapcsolatokat építeni kell, tehát ez mind az MFA-nek, mind a MAFIT-nak egy jó kontaktus lesz. Másrészt meg, amit én nagyon fontosnak tartok, mindig a posztgraduális képzés, hogy ez egy erős vonal legyen, és ez egy nagyon jó dolog lehet a kollégák számára, hogy minél nívósabb posztgraduális képzéseket kapjon. Ezt a kettőt, mind a kettőt jól képvisel az ICUI, úgyhogy én kíváncsian várom a további fejleményeket, és remélem, hogy ez egy erős szoros kapcsolat lesz köztük. Egyelőre nagyon jól indul, és remélem, ez így is marad. Arról hallottam, hogy Magyarországon az ICUI nem aktív, és hogy mostanáig nem történt semmi, és ezért jöttem máma, hogy ismerjem meg az embereket, akik szeretnének valami újat Magyarországra hozni, akarnák csinálni az ICUI-t, az implantológiát Magyarországon hozzákötni az ICUI-hoz, hozzákötni az összes nagy speakerekhez, hogy a magyar orvosok, az implantológusok többet tanuljanak, és hogy a top a világból jöjjön Magyarországra is, hogy tanítsa őket.